Elnézést a késésért, csak itt voltak megbeszélni valók, és akkor folytassuk. Szóval remélem látszik a diám is. A következő diák ebben a diasorban végigveszik a különböző operátorokat. Most nem megyek bele ezekbe, főleg vannak olyanok, amiket már jól ismertek, meg előző diákon már használtam is ezeket. Inkább arra térnék ki, hogy az értékadó operátorokkal mit lehet, operátora mit lehet kezdeni. Mutattam ezt a táblázatot itt a C-Sharphoz, és mondtam, hogy minden programozási nyelvhez van egy ilyen táblázat megadva. Ennek a táblázatnak az alján jellemzően mindig az úgynevezett értékadó operátorok vannak felsorolva. Egyébként, ha megnézitek, valami nagyon, valakinek a mikrofonját érdemes ennek kikapcsolni, mert nagyon zajos. Talán Attiláé. Igen, bocsánat, már is. Oké. Szóval ez egy úgynevezett precedencia táblázat. Az operátorok egy megadott sorrendben vannak listázva fentről lefelé. Precedencia az az erősség szerint. Tehát minél fentebb van egy operátor, annál nagyobb az erőssége, annál egy kifejezésen belül annál előbb végzendő el, mint a többi. Matematikában gondolom ismeritek a operátor erősségek vagy precedencia fogalmát. Az értékadó operátorok mindig a legeslegalján vannak ennek a táblázatnak, tehát ők a legkisebb precedencia, a leggyengébb operátorok, őket mindig a legvégén kell mindig elvégezni minden kifejezésen belül. Na és kombinálható, ugye az alapértékadó operátor az egyenlőséggel más operátorokkal, mint látjátok, például a plusz egyenlő az egy nagyon gyakorta használt operátor. Mit jelent a plusz egyenlő? Ott mutatja a dia, hogy minek a rövidítése, azt jelenti, hogy az x-et, tehát az első operandus, megnöveljük az y-ral a jobboldali operandussal. De más, nem csak a plusz, hanem más operátorokkal kombinálva is használható. Itt írtam pár példát. Aztán van ez a plusz operátor, ami ugye számok között szépen használható, de nem csak számok, hanem stringek között is. Ezt lehet, hogy már használtátok. Két stringet lehet összefűzni, egy nagy stringé, sőt karaktert is stringgel, stringet karakterrel. De van egy ilyen érdekesség, ezt csak megemlítem, nem demózom most, mert kevés az idő. Ha két karaktert összeadtok, akkor azok nem fűződnek össze egy két betűből álló stringi, hanem a karakter kódjaik, a két szám összeadódik. Ez ilyen furcsaság. Egyébként itt az elején ennek a példának volt egy karaktertípusú változom, ha már az úgy szembe jött az előbb, azt megmutatnám. Szóval például, ha valami ilyesmi látszódott a példában, amit ugye beszúrtam a diából, itt egy karakter típusú változónak akarok egy számot adni, persze itt kiabál, mint az őrült, hogy hát nem tudom, hogy konvertáljak intet karra. Itt próbálkozhatunk a típus kényszerítéssel, elcsitítottuk a C-sharp fordítót, de vajon mi ennek az értelme? Hát nyilván az, hogy ilyenkor a 48-as kódszámú, karakter kódszámú karakter fog itt letárlódni a változóban. Az azt hiszem a nulla szám, ha jól tudom, így van, a nulla karakter, vagy legyen a 68-as, ami a valamelyik betű lesz, a nagy D betű. Magyarul, ha a karakterkódtáblában mászkáltok karakterkódok szerint, ez is előfordulhat, akkor az int értékek meg a karakter értékek így egymásba átkényszeríthetőek. Tulajdonképpen minden karakter típusú változó mögött az ő karakterkódja egy int szám áll, és akkor a plusz operátor épp ezért ezeket az int értékeket adja össze, de ki is vonhatjátok őket, szorozhatjátok őket. Nagyon ritka ez, csak úgy megemlítem, hogy ez így működik.
Na van még egy operátor, ez a ternáris, azaz három operandus operátor, az egyetlen a C#-ban. Itt látjátok. Három része van, tehát három operandusa. Tegve egy if, else kifejezésnek felel meg. Van egy feltétel rész a kérdőjel előtt, ami bool, azaz igaz vagy hamis lehet, attól függően, hogy igaz-e az a feltétel, vagy az első kifejezés, tehát a kérdőjel utáni kifejezés ért fog kiértékelődni, vagy az utolsó kifejezés. Itt láttok pár példát, mondjuk nézzük meg ezt a fentit. Ja igen, bocsánat, nézzük meg ezt a fenti példát. Itt mutatja a dia, hogy tulajdonképpen ez ennek a rövidítése lenne egy sorban. Egy if else-el is megoldható. De próbáljuk is ki, gyors. Én mondtam nektek, javaslom, hogy ti is így vágjátok ki a diából a kódokat, szúrjátok be, kicsit játszatok velük, mondjuk itt az A változót, de persze előtte deklarálni kell, mondjuk legyen az értéke 6, és akkor írjuk ki a B értékét végül. Mit fogunk látni? Hát ugye, hogy működik ez? Itt a B értékét úgy adjuk meg, vagy úgy határozunk meg, hogy megvizsgáljuk az A egyelő 3-mal. Mint látjuk, most nem lesz egyelő 3-mal, tehát nem a 8, hanem a 4 fog értékül adódni a B-nek, ugye a kettes kifejezés. Na, hol vagyok? A kettes kifejezés, tehát a kettős pont utáni kifejezés. Tehát itt 4-et kéne látnunk. Pontosan ez történik. És aminek ez a lényege, hiszen mi a francnak használnánk ezt a ternáris operátort, ha van nekünk if-else, hát az a lényeg, hogy természetesen egy ilyen kifejezést be lehet ágyazni akár egy bonyolultabb kifejezésbe is. Egész gyönyörű kifejezéseket lehetne írni, és hát biztos értitek, hogy itt a 4 lesz beszorozva 10-zel ebben az esetben plusz 3, de ha térdésen az A értéke mégis 3-mal válna, akkor onnantól kezdve 8 lenne itt felhasználva. Tehát nagyon komplex kifejezéseket lehet írni ilyen eset szétválasztásokkal a belsejükben. Jó, ha kérdés van, kérdezzetek. Játszogassatok ezzel az operátorral is, hogy megértsétek, hogy működik, kicsit után lehet olvasni. Itt vannak mindenfajta példák, ezeket most nem néznénk meg, próbáljátok ezeket megoldani, ha esetleg valamelyiket nem sikerül, már miért ne sikerül, hiszen ezeket is kivágjátok, berakjátok C-sharp kódba, és megjelenítetek az eredményt. Tehát ha valami kérdésetek van ezekkel kapcsolatban, a következő adáson ezeket a kérdéseket fel lehet tenni. Jó, mennék a negyedik diasorra, hogyha nincs kérdés, de ha van, akkor az most jöjjön. Miről szól a következő diasor? Rekordokról és enumokról szól. Diasor, hány dia van? 14 dia a címdián kívül. Rekordok. Mik azok a rekordok? Na, ezek nagyon fontos témakör a rekord. Igazából a következő fél évben magas szintű prognyelvek kettőből válik igazán fontossá, hiszen majd ott fogjátok elkezdeni művelni az objektumorientált modellezést, tehát az, hogy ha le kell képeznem a világot, akkor objektumokat fogok definiálni, mondjuk emberobjektumokat, autóobjektumokat, stb. Áru objektumokat, amik egy webshopot fejlesztek, és ezek az objektumok, az úgynevezett rekordok. A rekord az egy összetett adattípus, amiben elemek vannak, és ezek az elemek, ezek különböző típusok lehetnek, úgy hívják ezt, hogy heterogén adattípus. Mutatok egy példát.
Például egy dolgozó objektumokat, lehet, hogy rosszul hangzik, de dolgozó objektumokat vagy rekordokat szeretnék tárolni mondjuk egy cégnek a nyilvántartó rendszerében, akkor definiálom az employee rekordot, ami négy elemű. Az egyes elemeket egyébként mezőknek nevezzük, nyilván fogjuk tartani a nevét, életkorát, fizetését, meg valami mondjuk beosztását, vagy betűkóddal reprezentálva a minden dolgozónak. Tehát így írunk le egy dolgozót a rendszerben. Ez egy rekord, négy mezővel, látjátok, különböző típusok a mezők, ezt hívjuk rekordnak. C-Sharpban kétfajta rekord van, van a class, amit én is itt használok, és amit ti állandóan használni fogtok következő fél évben, objektumorientált programozásból, de van egy másik is, ami struct-nak neveznek, nagyon hasonlóan használható, de van egy lényeges különbség, ott írom alul, a következő diasor erről szól, erről a különbségről, referencia típusokról és érték típusokról. Egyelőre nagyon hasonlóan kell használni a struct-ot is, meg a class-t is. Jó. Oké. A mezőknek lehet kezdőértéket adni, egy alapértelmezett értéket, mondjuk meghatároztok egy alapértelmezett értéket egy alapfizut, akkor a salary mezőnek odaadhatjátok ezt az értéket értékadással, vagy a beosztáshoz egy alapértéket. Mutatok egy másik példát. És miután definiáltátok a rekord típusotokat, a klasszotokat, na akkor kezdődhet el az, hogy elkezditek ezt használni. Így használjuk a rekord típust, egyrészt bevezetünk, deklarálunk egy olyan változót, amiben mondjuk egy employee-t fogunk tárolni, egy dolgozót annak minden adatával. A new kulcsol lehet lefoglalni egy új dolgozónyi memóriaterületet, egy rekordnyi területet, ahova majd beírom, persze, mint látjátok, alul a nevét, életkorát, meg többi adatát az adott dolgozónak. Ezt a beírást, tehát a beállítását a rekord mezőnek lehet egy rövidebb formában is. A tömböknél, meg a listáknál tanultuk ezt a kapcsolzárulás formát. Inicializációk, a kapcsolzárulás között be lehet állítani az egyes elemek, tehát mezők értékeit így nevesítve és veszőre elválasztva. Nézzük más nyelvekben mi van. Az a jó hír szokásos módon, hogy Jávában, ami nagyon hasonló nyelv a C-Sharphoz, ugyanígy, kb. Ugyanígy néznek ki a klasszok, mint C-Sharpban. Pythonban is hasonló, látjátok, ott is vannak klasszok, jó, kicsit másképp kell definiálni őket, de a lényeg ugyanaz, ugyanolyan formában lehet hivatkozni a rekordnak a mezőire, a pont operátorral, ugyanúgy, mint ugye itt láttátok C-Sharpban. Ugyanaz. És hát C-ben, C++-ban is nagyon hasonló. Ezt lehet minimalizálni itt, vagy arrébb húzni. Nagyon hasonló. Mint látjátok, ez most egy C++ kód például. Nem magyarázom annyira, ha érdekel titeket, olvashatok utána, hogy C++-on hogy vannak az osztályok, de hasonló az ötlet. Oké, tehát a rekordokról röviden ez a lényeg. Klasszokként fogjuk őket definiálni, ilyen típusú változókat használni, new-val inicializálni, majd a pont operátorral a mezőket elérni. Oké. Van egy itt kétfajta rekordtípusról volt szó, a structról meg a classról, de van egy harmadik, amit néhány nyelvben szoktak használni. C-ben, C++-on van ez a union, más nyelvben is van egyébként, most nem teszem be, hogy milyen modern nyelvekben, de vannak modern nyelvek is, amiben használják a union-t. Röviden itt talán annyit mondanék el, hogy a rekordhoz, mondjuk a klasszhoz képest a következő különbség. Lássunk egy C++-ban definiált klasszt, a kocsit. A kocsinak megadjuk, hogy tároljuk
három adatát, mind a három adatát mindig tárolni fogjuk, a brandjét, a modelljét, meg a gyártási évét. Egy kocsi esetén ezt a három adatot mindig, mindegyiket tároljuk, tehát és kapcsolat van köztük. Union esetén pedig vagy kapcsolat, tehát vagy az egyik mezőt tároljuk, vagy a másikat. Itt a példában egy olyan példát próbáltam felhozni, amiben ez értelmet nyert. Tehát mondjuk egy szeméről vagy a születési dátumát tároljuk, mert abból kiszámítható az életkor, vagy fordítva az életkorát tároljuk. A kettőt egyszerre nem érdemes. Jó, ezt csak megemlítettem, hogy bizonyos nyelvekben létezik ez a union rekord típus, ahol vagy lagos kapcsolat van a mezők között. Nyilván itt memória használatnak a csökkentéséről, de arra megy ki a játék, hogy nem tárolunk mindent, hanem muszáj. Okés. Ez nem mondom, hogy mennyit magyarázzak még erről, mert gyakorlaton nem fog a rekord így szembe jönni veletek most, magas szintű prognyelvek egyből. Egy rövid progit összerakunk, jó? Mégpedig korábbi példában mutattam a TXT-ből való beolvasást. Most ne csak a user nevét táruljuk egy usernek, hanem mondjuk a becsületes nevét, és mondjuk a beosztását. Pirú Csaba szakfelelős, Kusper Gábor kollégám, habilitált egyetemi docens, mint én is, Király Sándor tanár úr pedig, ő pedig tanszékvezető, mondjuk ezt fogom beírni, mint én is. Jó, három adata van egy usernek, mondjuk pont olyanokat választottam, amik azonos típusúak, hiszen mind a három szöveges adat, string, de hát most ezen emelkedjünk felül. Hát, hogyha akarom modellezni ugye az oktatókat, akkor három mezőjük lesz, usernév, név, meg beosztás. Mivel mondtam, hogy egy klassz heterogén, akár különböző típusok is lehetnek ezek, de most ez van. Jó. És akkor tegyük fel, hogy most valami érdekesebbet is lássunk. Egy listát fogok használni, amiben tároljuk az összes oktatót, hát azokat az oktatókat, akiket a fájlból ki fogunk olvasni. Ugye itt rögtön érdekes a dolog, mert egy olyan listát használok, amiben most nem intet, meg nem ilyen alaptípust tárolok, tehát az elemek nem alaptípusok lesznek, hanem rekordok, oktató rekordok, összetett elemei lesznek a listának is. Ezt is lehet csinálni. Oké, korábban hogy olvastunk be egy fájlt? Egy streamreader-t nyitottam, és akkor ezt újra megteszem. Legalább még egyszer látjátok, a fájl neve data.txt, ezt nyitom meg, végül ugye bezárom ezt a fájlt, close metódusával, csak úgy csináltuk, hogy egy byte ciklussal addig mentünk, amíg a fájlnak a végére nem értünk, és akkor ugye úgy csináltuk a dolgot, hogy kiolvastuk egy sorát a fájlnak a readline metódusával, és akkor most jönne az a dolog, hogy a sor alapján én létre fogok hozni egy új oktatót. Na most használom ugye azt a szintaxist, amit itt mutattam nektek. Tehát egy új oktatót létrehozok, a new kulcsszóval, majd elkezdem beállítgatni az ő mezőit. Tehát be akarom állítani az új oktatónak először is a user nevét, ezt írnám ide, de sajnos nem listázza a Visual Studio nekem a mezőket. Azért nem, mert itt valamit átskippeltem. Ez a dia azt mondja, hogy egyelőre kötelező jelleggel írjuk be a public kulcsszót minden egyes mező elé, ezzel tesszük publikussá, vagy mindenki által elérhetővé.
és ezáltal el tudom majd érni a főprogramból is ezeket. Egyelőre így fogunk eljárni. Na most, ha belenézünk ide, ebbe a listába, most már mind a három mező listázódik. Na, hát akkor állítsuk be a user nevet. Mi lesz a user név? Ezt honnan kapom meg? Hát a sorból, a beolvasott sornak az elején ott figyel a user név. Ezt kéne valahogy leválasztani a többiről. Mint láthatjátok, ez egy CSV fájl, amiben pontos feszülővel vannak az egyes adatok elválasztva. Ezt anélkül, hogy nagyon magyaráznám, egy sort, egy stringet úgy lehet szétszedni több részre, elválasztó karakterek mentén, hogy meghívjuk a stringnek a split metódusát, amiben megadom azt a karaktert, ami mentén szét kell vágni a stringet darabokra, és az eredményt ugye berakom egy stringbe, egy string tömbbe. Azért tömb, mert három stringem lesz a usernév, a név, meg a beosztás. Ez egy tömbbe kerül bele, fix három hosszú lesz ebben az esetben. És akkor ebből a tömbből az első, azaz a nulladik elem lesz maga a usernév, a sima név az első elem lesz, a beosztás meg a második elem lesz. Ezt persze lehetne rövidebben is írni, ezt mutattam meg nektek itt az egyik dián, hogy C-Sharp 3.0-tól lehet használni ezt a kapcsolzárjeles jelölést, aminél meg kell adnunk a egyes mezők nevét, majd vesszővel elválasztva lehet felsorolni a többi mezőnek az értékadását. Mi volt beosztás? Igen, itt segít is a Visual Studio, ez lesz a tömbnek az utolsó eleme. Jó, na, egy ilyet mutattam nektek. Mit csináltam? Egy rekordtípust definiáltam az oktatót klasszként, majd létrehoztam egy új oktatót ezzel a szép szintaxissal. Itt még azzal lett megspékelve az egész, hogy ugye a adatfájból olvastuk be ezek az adatokat, itt szétszedtük a sort, elválasztott karakterek mentén, stb. És szépen feltöltjük a tömböt. Egyébként tényleg feltöltődik a tömb, itt megmutatom nektek, beraktam egy töréspontot, e föttel indítom, a futás meg fog állni itt a töréspontnál, egy pillanatra is belenézünk az oktatók listánkba, hogy hogy néz az ki, fel lett töltve, oktatók listába, ha belenézünk, ja, valamit elfelejtettem, nem igaz? Hát a listához elfelejtettem hozzáadni az oktatót, az új oktatót, ez valahogy nagyon kimaradt, oktatók.add, erről is tanultunk már ma. Na, és akkor így egy-egy új elemmel bővül a lista, minden egyes ciklus lefutáskor. Most már, ha megnézzük, három eleme van a listának, és szépen ott vannak benne a megfelelő rekordok, remélem látszik, Bíró Csabáé, meg a többieké. És szépen nedvesítve, tehát a mezőnevek, beosztás, név, usernév, azok nagyon-nagyon intuitívvá teszik ezt a fajta adattárolást. Van esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? Tovább, ha nincs. Enumokról is szeretnék szólni, ez egy még egyfajta típus. Felsorolásos típusnak nevezik, az értelme az, hogy olyan esetekben, amikor egy adatnak előre meghatározott értékei vannak, és azokat valamilyen névvel lehet ellátni, akkor lássuk el őket névvel. Például itt a napok ilyen, ugye 7 értéke lehet egy ilyen adatnak, és van nevük, hétfőket, stb. Sokkal jobb rájuk hivatkozni így, mint mondjuk 7 számmal. Vagy itt látok más példát, mondjuk játékokban, egy kicsit erőltetett példa, a játékosok szintjei van, amatőr, fél profi, profi, master, stb. Jobb, hogyha ezekkel a hát azonosítókkal, mint amatőr, semi-pro, meg a többi hivatkozunk ezekre. Mondjuk, tegyük fel, hogy
tegyük fel, hogy itt az oktatóknál is lehetne használni egy ilyen mezőt, ahol mondjuk a titulusukat tároljuk. Tehát egy olyan enum felsősoros típus használunk, amit nevezünk mondjuk titulusnak, amiben felsoroljuk ezeket, mondjuk lehet valaki doktor, lehet prof, lehet habil, tudom, mik vannak még, mindegy. Szépen felsoroljuk ezeket, és innentől kezdve lehet egy titulus típusú mezője az adott oktatónak, elírtam, titulus. És ami a lényeg, hogy ez a mező csak ezeket az értékeket veheti föl. Ez itt a lényeg. Hát ha én lefixálom, hogy egy ilyen típusú adatnak csak ilyen értékei lehetnek, akkor csak ilyen értékei lehetnek. Nem tudjátok oda berakni azt, hogy miniszter, vagy valami ilyesmi. Ja, vagy junior. Szóval, itt megvan kötve a keze annak is, aki feltölti az adatokat, meg a programozónak is a keze. Csak ezekkel az adatokkal tud operálni. Ez a fő célja az enum típusoknak, hogy megkötjük a saját, meg más programozók kezét, ezáltal az esetleges hiba lehetőségeket kizárjuk, mondjuk, hogy egy olyan adatot táruljunk el ebben a mezőben, ami nem oda való. Na ez enum típusokkal hogy van megvalósítva? A következő képen minden általunk felsorolt azonosító mögött egy számérték áll, itt el van magyarázva, hogy milyen típusú és milyen értékű, de spoiler alert nullától számozódnak, 0, 1, 2, 3, stb. Tehát a het az nulla értéket vesz fel, a ket egyet, a vas pedig hatot. Ezen amúgy lehet változtatni, itt láttok erre két lehetőséget. Ugye az értéket is át lehet definiálni, meg magát az alaptípust is. Ja. Aztán, hogy hivatkozunk ezekre? Ez egy nagyon nagy kérdés. A programban, amikor be akarjuk állítani egy ilyen típusú változónak az értékét, akkor magára az értékre az enum nevével pont az értékével lehet hivatkozni. Mutatok egy példát. Tegyük fel, hogy itt az oktatók rekordjának feltöltésén így mindenkit doktorra fog állítani, mert ő azok is. Tehát a titulus mezőt be fogom állítani fixen erre a DR-re. Hogy tudok erre hivatkozni? Mint elmondtam, a enum nevét kell beírni, pont az azonosítót, tehát titulus, pont DR. Így lehet hivatkozni magára az értékre. Ami tök jól érthető. Jó, itt láttok ugye a napok enummal egy másik példát, például egy eset szétválasztás switch-el, erről beszéltem múlt alkalommal, remélem érthető. Ha esetleg nem ilyen fixen akarom beállítani, akarok mindenkit beállítani doktorra, hanem tegyük fel, szeretném a fájlból beolvasni a titulust, mondjuk Bíró Csabő doktor, többiek, ráadásul habilok. Ide beírom ezeket az értékeket, viszont akkor tényleg nem innen fogom beolvasni, nem fixen fogom itt beállítani az értéket, hanem hát a sor végéről, mert oda raktam ezeket a titulusokat, a harmadik indexen találom meg ezeket. Na, de itt van egy probléma, mégpedig az, hogy a tömbömben ugye stringek találhatóak a fájlból, végig szövegeket olvasok be, ezeket át kell alakítani erre a céltípusra, a titulusra. Tegyépen parszolni kell. De most nem egészre parszolunk, tehát intre vagy flótra, nem egy alaptípusra, hanem magára az enumra. Na hát ez nagyon ronda. Enumra így lehet parszolni C#-ban. Ezt valahogy próbáljátok megegyezni, másképp nem nagyon fog menni, itt annyira nem logikus a... Hát logikus a dolog, de
elég ronda szintaxis kapott ez. Mindenesetre bemutatom itt nektek, hogy hogy megy ez. Tehát először is van egy nagybetűs enum osztály, aminek van egy parse metódusa, ami két paramétert vár. Tehát egyrészt azt a típust, amire szeretnék parszolni, hogy ez a titulus típus, másrészt azt a stringet, szöveget, amit szeretnék parszolni, tehát ezt a két paramétert várja. Itt még mindig kiabál, ugyanis itt egy speciális operátor kell használni, erről egyébként nem tanultunk az előző diasorban, type of, ami arra való, hogy lekérjük, nem, igazából nem tudom, hogy ez miért kell ide ilyenkor, de tulajdonképpen a típus névből lekérjük tulajdonképpen azt a típust, amire parszolni akarunk. De még ez sem elég, még az eredményt kasztolni kell, típus kényszeríti kell a céltípusra. Tehát summa summarum így néz ki egy parszolás enumra. Csúnya, de működik. És ha megnézzük, hogy működik-e tényleg, bár gondolom elhiszitek, hogy igen. Ha benézünk az oktatók listájába, akkor látni fogjuk, hogy például Király Sándor tanár úr, ez most pont Kusperek, akkor Király Sándor tanár úr titulusa be lehet állítva habéra. Úgyhogy működni látszik. Na de mi ennek az egésznek az értelme? Hát az, hogy ha valami olyan adatot adok meg, mondjuk Király Sándorhoz az megadom azt, hogy Iron Man, hogy így kell, Iron Man, ugye ő mit csinál? Ez milyen verseny? Biciklizés, futás, úszás, triatlon? Nem tudom, mindegy. Ő nagy sportember. Tehát ha ezt adom meg, amire nincs felkészítve az én programom, az én titulus enumom, akkor bizony kapom majd a hibaüzenetet, hogy hát sajnos ezt nem tudjuk parszolni, ezt az Ironman stringet. Na ez a lényege, hogy leszűkítjük, biztossá tesszük azt, hogy csak olyan értékekkel fogunk dolgozni, amikre fel van készítve a program. Ez a lényege az enumoknak tulajdonképpen. Neked továbbra se kopizza be a TXT fájlt a mappába, szóval, mint mutattam, a Solution Explorer-ben, ha ott van a TXT fájlod, arra a jobb klikkelj, és a Properties ablakát nyisd meg. Remélem addig sikerült. És itt ezt a property-t kell beállítani mondjuk erre az értékre. Kicsit ránagyítok, hogy biztos lásd. Copy to Output Directory, property-t copy if new-re érdemes beállítani. Lehet másra is, de én ezt javaslom. Jó, szóval, hogyha esetleg mégsem sikerült, akkor nem tudom. Nem tudom ezt jobban elmagyarázni. Akkor lehet, hogy más gond van. Szóval, enumokról ennyit, más nyelvekben is vannak enumok, C++ Java tök ugyanez, majdnem ugyanez, esetleg olyan különbség lehet, hogy hogy kell parszolni, illetve hogy lehet hivatkozni az értékekre, de a lényeg, meg a szintaxis nagyon hasonló. Pythonban is vannak enumok, de ott nem a nyelv részei. Tehát itt C++-ban, például meg Java-ban, vagy C-ban teljesen a nyelv részei az enumok, teljesen támogatva vannak, semmi extrát nem kell hozzájuk importálni, mondjuk itt fölül. Viszont Pythonban, mint látjátok is, kell importálni, ott egy külön osztályt kell importálni egy modulból, de igen, tehát a modern nyelvekben enumok mindig vannak, mert nagyon hasznosak. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? A diasor végére értem. Meg
nézem, hogy jöttek-e közben, mert egy ideje nem nézegettem. Sokan érkeztek. Igen, sajnálom, hogy korábban nem engedtem be őket. Oké, akkor megyünk az utolsó mai diasorra, ami nem egy egyszerű témakör, úgyhogy így ebéd előtt pont jó lesz. Remélem nem megy el az étvágyatok. 28 dia, atya úristen, hát ez nem lesz egyszerű. És megpróbálom minél jobban összezsugorítani a mondandómat, hogy hamarabb végezzek valamivel, már szünetet nem tartanék. Úgyis online vagyunk, szóval nyugodtan menjetek ki pisilni. Szóval, érték és referencia típusok következik, hát nem egy izgalmas cím, de igazából megint az adattípusokkal fogunk foglalkozni, ezt az ábrát már láttátok, sőt, itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy tulajdonképpen már minden típussal foglalkoztunk. Egész típusok, lebegőpontos, logikai karakter, string, tömb, osztály. Hát az egyetlen típus, ami még nem nagyon volt részletez, az a struct, de már az is szóba került. Ugye az volt az előbb kimondva, hogy a struct és az osztály mind a kettő rekord típus, de van köztük egy lényegi különbség. Egy lényegi különbség van, a struct az értéktípus, az osztály pedig referencia típus. Na mi a franc az értéktípus, mi a franc az a referencia típus, ez a dia erről szól, és a végére elmegyünk egészen odáig, hogy megnézzük, hogy a memóriában hogy tárolódnak ezek a különböző adatok. Szóval, ha egy ilyen ábra izgalommal tölt el titeket, akkor örüljetek, és nézzetek milyen magatokba. Oké, szóval menjünk tovább. Értéktípusok. Mik azok az értéktípusok? Értéktípusok például az egész típusok. Ezek az egyszerű típusok, mint egész típusok, lebegőpontos, stb. Például, ha van egy egész típusú változóm, az x, és annak adok egy értéket, az az érték be fog íródni a memóriába, ez a téglalap sorozat itt a memóriát, a memóriacellákat jelképezni, és a változó közvetlenül erre fog mutatni az értékre. Ezért hívjuk értéktípus, mert közvetlenül az értékre mutat. Van egy mellékhatása ennek a fajta adattárolásnak, mi pedig az, hogyha egy változó értékét, változott értékről adunk egy másik változónak, akkor a két változóvel különböző memória cellára mutat, úgy tud ugyanarra az értékre mutatni, hogy duplikálódik a változó értéke. Ugye ennek az az eredménye, hogy ha innentől kezdve az egyik változó, mondjuk az y értékét megváltoztatjuk 100-ra, az x-nek az értéke továbbra is 50 maradt, tehát így egymástól független értékek kerülnek be a memóriába. Oké, de ez nagyjából logikus. Ugyanez van nagyban, itt ugye mutattam, hogy van egy rekordtípus a struct, ami értéktípus, tehát ugyanígy működik. Mint látjátok, a struct formailag tök ugyanaz, mint egy klassz, mezők vannak benne, névvel ellátva, stb. Stb., amikre ugyanúgy kell a pont operátorral hivatkozni. A lényeg, ha létrehoztak egy változóban, mondjuk az x-ben egy rekordot, és beállítjátok a különböző mezőneveket, látjátok, akkor ide bekerül a memóriába ez a rekord, és a rekordot itt, az x-et, tehát magát a változót értékről adjátok egy másik változónak, ami elképzelhető, akkor a rekord le fog másolódni. Egy duplikátum keletkezik belőle, és innentől kezdve ugyanarról a szeméről két helyen lesz tárolva ugyanaz. Sőt, meddig ugyanaz? Hát ha az egyikben változtatok valamit, akkor a másikén nem fog változni. Tehát itt inkonzisztens adattárlás esete is fennforoghat valaki, mintha írt volna valamit. Egy pillanat, nézem a csetet. Igen, ez nem nekem szól. Na, értéktípusok, tehát így működnek. Beszéljünk akkor a másik fajta csoportra, a referencia típusokról, amilyen az osztály is. Itt látjátok azt, hogy ha van mondjuk egy rekordotok, megint csak egy személy adataival, arra hogy tud mutatni másképp egy változó,
indirekt módon. Az előbb absztraktnál direkt módon mutatnak a változók a rekordokra, referencia típus esetén viszont indirekt módon ez úgy történik, hogy ennek a rekordnak ott a jobb oldalon ugye van egy memória címe, tehát ahol ő kezdődik, valahol itt, ez egy számérték. És ez a számérték lesz letárolva egy másik memória cellában, ez a hexadecimális szám, hogy mondjam, szemléltetné a memória címet. Tehát tulajdonképpen ez a hexadecimális szám mutat a rekord tényleges helyére. És a változóm, az X változóm, az viszont erre a memória címre hivatkozik. Tehát ilyen indirekt módon tudjuk elérni, indirekt módon hivatkozza a változó az X a tényleges memória, tényleges rekordot. Hogy ez most miért jó? Hát ezért. Az előbb ugye itt mondtam, hogyha struktot használunk, akkor duplikálva jöhetnek létre mondjuk ugyanarról a szeméről rekordok. Ha viszont nem struktot használok, hanem spoiler alert class-t, ami referencia típus, akkor a rekordom egy példányban marad meg a memóriában. Ami történik, az az, hogy a két változóm az két olyan cellára hivatkozik, amelyekben a memória cím, letelt memória cím az ugyanaz, tehát ők ugyanarra a rekordra hivatkoznak. Nem tudom, mennyire világos, de a lényeg, hogy referencia típusú változók esetén a változók értéket tulajdonképpen egy memória cím, egy úgynevezett referencia, ez a hexadecimális szám lenne. És hogy a két változóban ugyanaz a referencia, ugyanaz a szám áll, akkor ők tulajdonképpen ugyanarra a memória címre hivatkoznak indirekt módon. Szóval a való életben azt hiszem, hogyha amikor rekordokkal dolgozunk, ez sokkal tipikusabb, hogy indirekten hivatkozunk rekordokra, azzal a céllal, hogy ne duplikáljuk őket. Igen. Jó, a Microsoftnak vannak ajánlásai, mikor használjunk struktot, mikor class. Struktot általában kicsi adatokhoz, kicsi rekordokhoz szoktak használni. Mondok egy példát. A C-sharpban is léteznek előre definiált struktok, például már említettem a daytime típust, amit arra használtok, hogy egy dátumot és hozzátartozó időt tároljatok. Na ez, ha ráviszik az egeret, látszik, hogy struct-ként van definiálva, egyébként bele is nézhetünk a definíciójába. F12-t nyomtok, akkor szépen megjeleníti a definícióját, így van megírva, valahol a .NET-ben, valamelyik névtérben, struct-ként. És hát itt látjátok, hogy ugye ez ugyanúgy néz ki, mint egy rekord, vannak mezői, csak kicsit fel vannak pimpelve mindenfajta jelzőkkel, de ez most mindegy, majd következő fél évben, magas szintű prognyelve 2-ből fogjuk megérteni, hogy ezek most mik. Vagy mutatok. Igen, tehát daytime. Ugye ebben kevés adatot tárolunk, egy évszámot, egy hónapot, egy napot, órát, percet, másodpercet. Ez egy olyan adat, ami kis mennyiségű, és igazából nem gond, ha ez másolódik, amikor dolgozunk ezekkel a rekordokkal. Nem annyira gond a duplikáció, mint hogyha mondjuk személyi rekordokkal dolgoznánk. Vagy mutatok egy másik struktúrát a .NET-ben, például van ilyen, hogy point, ami ebben a névtérben található, grafikus alkalmazásokban, amikor rajzolni akartok a képernyőre, ott használhatjátok. Hát egy point struktúra az nyilván az még kisebb, mint a daytime, de inkább két mezője van, egy x meg egy y koordináta. Jó, ezek az ajánlások tehát a Microsofttól, hogy kisméretű adatokhoz struktot használjunk, lehetőleg 16 byte alattiakhoz, összméretben tekintve, nagyméretűekhez viszont class-t. Null érték, erről is szeretnék beszélni. Megmutattam nektek korábban, hogyha van egy klasszotok, mondjuk student,
vagy employee, vagy bocsánat, oktató, akkor hogy tudtok egy változóban egy új rekordot létrehozni és feltölteni az ő mezőit értékekkel? Hát ezt látjátok ugyanitt. Csak tömörebben. A new pulse source fontos, mert mi történik, ha kihagyjuk? Kihagyjuk a new-val való memóriafoglalást, akkor igen, a new az memóriát foglal a rekordomnak, amíg a new kulcs szót nem adom ki, addig a rekordomnak nem kerül lefoglalásra memória terület a memóriában, és addig a változó által hivatkozott érték, amiben ugye egy memória, az a memória cím lenne, ami mutat a lefoglalt rekordra, az addig egy ilyen alapértelmezett értéket kap, amit nullnak neveznek. A null az egy olyan memóriacím, ami nem létezik, ami még nincs beállítva tulajdonképpen, egy ilyen semmis memóriacím. Épp ezért ez egy akkora hibát dobna ez a program, egy futási idejű hibát, hogy mint annak a rendje, hiszen egy olyan rekordnak próbál beállítani a mezőit, a nevét, meg az életkorát, stb., ami még nem létezik. Ezzel megpróbálkozok itt, próbálom nem beállítani new-val a rekordomnak tehát próbálom nem new-val lefoglalni a memória területet, akkor itt mindenfajta hibőzeneteket kapok, ami épp emiatt van. Ha közben van kérdés, jöhet. De míg a kérdések jönnek, annyival folytatnám, hogy ti már egy csomó osztályt használtatok eddig is, csak legfeljebb nem tűnt feltétlenül fel. Például a random, amit nem olyan rég használtam, véletlen számgenerálásra. Na, a random is egy osztály. Nézzük csak meg. Már nincs meg az a kódom, de ugye használtam ezt a random számgeneráló típust, random. Ez is egy osztály, itt van. Ez definiálva van valahol a .NET-ben, a system névtérben egyébként. Vagy ilyen a list is. A listákat ugye itt használunk is. Azon nyomok egy F12-t, akkor láthatjátok, hogy egy klasszként, egy osztályként van deklarálva ebben a névtérben, és hát itt mindenfajta mezői vannak egyébként, meg mindenfajta sok minden dolog benne, például az add eljárás, vagy a count tulajdonság. Majd ilyen osztályokat fogtok írni következő fél évben, ilyen jó kis szombos osztályokat. De vannak még bőven más osztályok, rengeteg, több ezernyi osztály található meg a .NET keretrendszernek ebben a osztálykönyvtárában, amit Base Class Library-nek vagy BCL-nek neveznek, és amikből tudunk szemezgetni, tudunk importálni, mint itt ezt mutattam. Jó, ezt csak megemlítettem. Milyen referencia típusok vannak még? Hát az osztályon kívül ott a tömb. Tömbökről ma már volt szó, nézzük meg gyorsan, hogy működnek. Nagyon hasonlóan az előzőkben elmagyarázottakhoz, hogy a tömb is referencia típus, tehát egy tömböt deklaráltok, new kulcs szóval memóriát kell neki foglalni. Ugye ezt tanultuk, new kulcs szóval kell ezt megoldani. Ebben a pillanatban foglalódik le egy memória terület a tömbnek, mégpedig olyan hosszú, ahány elemet akarok én, ez esetben 10 intnyi területet foglal le nekem, az 40 byte. És csak ezután kezdhettek el az egyes elemekhez hozzáférni, ugye indexeléssel ezt ma tanultuk. Úgyhogy ezért kell használni a new kulcs szót a tömböknél is, mert az is egy referencia típus, az is tulajdonképpen indirekt hivatkozást tesz lehetővé az adott tömbre. Rekordok tömbje, ezt most hagyd nem mondjam el, de valami ilyesmit láttatok itt most. Én használtam rekordoknak a listáját. Ugye lefoglaltam az elején a listának egy területet, plusz minden egyes oktatónak, mivel a lista is referenciatípus, az oktató klassz is referenciatípus, itt állandóan new-val kell újra és újra memória területet foglalni az új
objektumoknak. Úgyhogy erre látok itt egy ugyanilyen példát, csak tömbbel, de teljesen mindegy, hogy most lista vagy tömb. String. Stringekről is van szó ebben a diasorban. A referencia típusok között ott vannak a stringek. Na, a stringek érdekes állatfajok, mert ha ránéztek erre a kódrészletre a bal oldalon, feltűnhet, hogy ti new kulcsszót valószínűleg soha nem használtatok akkor, amikor egy új stringet be akartatok vezetni, hanem hát csak így egyszerűen értéket adtatok neki, mondjuk hello. Miért nem kell a new-t használni, ha egyszer referencia típusról van szó? Hát azért nem, mert a string kezelést a .NET valahogy nagyon speciálisan és számotokra kényelmesen próbálja megoldani. Arról van szó, hogy amint ti egy stringet bevezettek, mint string literált, literálokról tanultunk múlt előadáson, így apostrofok között egy új stringet így bevezettek a kódban, azon nyomban ő automatikusan le fog foglalni neki egy memóriaterületet, pont akkor a memóriaterületet, amekkora kell neki, tehát egy 5 karakteres. És ezt a memória egy különleges részén fogja megtenni, az úgynevezett string pool, vagy string medence területén. Azért hívják medencének többek között, mert jó benne lubickolni, ott lubickolnak a stringek, jól érzik magukat, és nem is nagyon akarnak kijönni. Addig ott lubickolnak, amíg, hát amíg használjátok őket. Például itt, hogy mondjam, például ha bevezettek egy másik string változót valahol a programon, és ugyanazt a hello stringet értékelődjátok neki, mint a ábra is mutatja, az az új változó is fel fogja fedezni azt, hogy hú, hoppá, ez a string már ott lebeg, már ott úszkál a medencében, akkor használom őt. Tehát újra próbálja a rendszer felhasználni a már létező stringeket, akik ott lebegnek a medencében. Ez kell, tehát így kényelmessé teszi nekünk, meg memória hatékony a stringek kezelését. Viszont kényelmetlenségekkel is jár ez, ugyanis ahányszor egy új stringet hoztok létre, a string poolba az be fog kerülni, és a régi ott fog maradni egy darabig. Mint ebben a példában látjátok, ez az s változó mutat a hello stringre, majd esetleg később nagybetűsítem, így lehet egyébként egy stringet könnyen nagybetűsíteni, van neki egy upper függvénye. Tehát létrejön a nagybetűs hello is, ő bekerül a poolba, az s ugye innentől kezdve rá fog mutatni, de a régi kisbetűs hello az még mindig ott van, szóval sok memória szeméttel járhat. A string kezelés, persze a .NET próbál takarítani néha, egy medence, hívja a medence takarítót, és ott kitakarítja a már nem használt dolgokat. Jó, ezt gondolom meg fogjátok érteni, ez akkor is igaz, amikor string összefűzés használtok. String összefűzésről annyit, hogy hát most ebben mennyire menjek bele. Sok programozó nagyon szeret darabokból összerakni hosszabb szövegeket, hosszabb stringeket. Előszeretettel használják a plusz operátor, tehát string összefűzést, és erre minden valamire való programozási keretrendszerben van egy olyan típus, ez esetben egy osztály, ami ezt nektek sokkal takarékosabban oldja meg, memória hatékonyabban. Nem szemetelít el a medencét, hanem egy helyen próbálja kezelni a módosuló stringeket. Majd próbáljátok ezt ki, jó? Meg fogjátok érteni, miről van szó, kicsit olvashatok utána, ez a String Builder osztályról szól a .NET-ben, ami osztály létezik más nyelvekben is, mondjuk Jávában is biztos, hogy létezik, de biztos vagyok benne, hogy mondjuk Pythonban nem biztos, hogy csináltak ilyet, ott annyira nem szoktak foglalkozni a memória hatékonysága, de lehet, hogy van egy ilyen kiegészítő osztály, nem tudom, egyszer én is meg rákeresek. Jó, dél van. Mi van még itt? Ó, már nem sok, oké. Oké, ha esetleg ezt a témakört húzzátok vizsgán, és itt a memóriáról kell beszélni, hogy hogy működik a memóriában
az adattárolás egész, nem egész értéktípusok, meg referenciatípusok esetén, hát ez lehet, hogy nem olyan könnyű. Úgyhogy ezt mindenképp szeretném elmagyarázni ma, ha már így összegyűltünk ilyen sokan, illetve itt is, hogyha van bármi kérdés, kérdezzetek, vagy ha lesz bármi kérdés, következő órán kérdezzetek. Ez egy ilyen technikai jellegű rész, de úgy gondolom, hogy elég fontos lehet. C-Sharpban talán annyira nem, mert a keretrendszer elég sok mindent automatizál számunkra, meg sok mindent elrejt, de itt most a programozás alapjait tanuljuk a C-Sharp nyelven keresztül, tehát tulajdonképpen arra edzünk, hogy majd más nyelveken is tudjatok programozni, és ott azokban a nyelvekben nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz a memóriakezelés, vagy többet kell tudnotok róla, hogy mi zajlik a háttérben. Na, erre megy ki ez a dolog. Oké. Először is van ez a fő kérdés, hogyha én bevezetek valami adatot a programomban, mondjuk egy új oktatót, vagy bevezetem a nevét, mint stringet, vagy a titulusát, mint egy enumértéket. Azok most meddig lesznek ott a memóriában, meddig foglalják a helyet? Hát már egy ilyen programnál is eléggé komplex a dolog, tehát franc se tudja, sok mindennel ugye egy összefügg. Úgyhogy ezt tegyük kicsit tisztában. Két, attól függ, hogy milyen adatról van szó. Ugye vannak az értéktípusok, meg vannak a referencia típusok. Rövidre szabva a történetet, az értéktípusú adatok a stackben, a memória egy olyan területén tárolódnak, amit stacknek nevezünk, a referencia típusú adatok meg az úgynevezett heapben. Hát így néz ki ez valahogy. Tehát van két speciális memóriaterület, a stack meg a heap. Ha megnézzük ezt a konkrét példát, itt amikor fentről lefelé fut a programom, fentről lefelé fut a programom, tehát elindulok innen lefelé, találkozom az X változómmal, az X változómhoz ebben a pillanatban lefoglalódik egy memóriaterület a stackben, sőt az értéke is beíródik oda. Ez egy értéktípusú változó, int ugye az értéktípus, tehát az érték, a 10 az közvetlenül a változó mellett foglal majd helyet. Nézzük a következőt. Fut tovább a program, jön a title nevű string, kurzoron, olyan nehéz megtalálni. Igen, a string. Bekerül a változó a stackbe, viszont a string azt tudjuk, hogy referencia típus, tehát nem közvetlenül ott fogom tárolni mellette az értékét, hanem csak egy memória címet fog tárolni, ami szépen mutat, hát ugye a string poolba, ami a heapben található, a tényleges értékre, így indirekt módon. És ugyanezt történik meg a két listával is, hogy ők indirekten mutatnak valahova a heapbe, ahol a tényleges lista tárolódik, ráadásul mind a ketten ugyanarra a listára mutatnak. Szóval remélem nagyjából értitek, hogy a változók tárolódnak ebben a stackben, mégpedig bevezetésük sorrendjében alulról felfelé, illetve az ő konkrét értékük, ami értéktípus esetén vagy maga az érték a 10, vagy az a memória cím, amin a tényleges érték tárolódik referencia típusok esetén. Jó. Most az a kérdés, hogy meddig maradnak itt a memóriában mind a stackben levő dolgok, mind a heapben levő dolgok. Hát a stackben levő dolgok azok a következő esetben fognak törlődni. Ismerős az ábra, gondolom, már biztos ti is szenvedtek attól, hogy egy C-Sharp program tele van kapcsolt zárójelekkel. Igaz, ugye, mert könnyű elveszni köztük. Ezt már biztos tapasztaltátok, de nem véletlenül van annyi kapcsolt zárójel egy C-Sharp programban, mert fontos funkciójuk van. Na, ezt mondaná, magyarázni ez a dia, és ez a funkció a memóriából való törléssel kapcsolatos. A lényeg,
Amint deklaráltak egy változót mondjuk itt, ugye ő elkezd élni, tehát bekerül a stackbe. És meddig lesz ott, ezt magyarázza el ez a dia, addig lesz ott, még el nem éritek annak a blokknak a végét, amiben őt deklaráltátok, tehát ennek a blokknak a végét. Amint eléritek a blokknak a végét, ő ott megszűnik létezni, az van idő, hogy a hatáskor-e végződik, ez azt jelenti, hogy a blokkon kívül ő már nem lesz elérhető, biztos ezt is tapasztaltátok, tulajdonképpen ki fog törlődni a stackből. Ugyanez igaz itt az Y változóra, a deklarációkor bekerül a stackbe, itt pedig kikerül a stackből. Miért is magyarázom ezt így? Mert ha a stacket elképzeljük, itt egy kicsit rajzolgatok, már a rajztudásom középső csoportos koromban megrekedt ezen a szinten. Szóval amikor futtatjuk a programot feltről lefelé, elérünk az X-nek a deklarációjához, neki létrejön itt a memória foglalása, mellette tárolódik az értéke, az most nem tudom mennyi. Fut tovább a program, elérjük ezt a pontot, Y is bekerül a stackbe, ugye lentről felfelé tároljuk őket. Majd elérjük ennek a blokknak a végét, akkor az Y törlődik, tehát őt törölni fogjuk. Majd amikor elérjük ezt a blokk véget, őt is törölni fogjuk. Talán így megvilágosodtok, remélem, hogy miért egy ilyen stackben tároljuk fentről lefelé, nem, lentről felfelé, a sorrendet tekintve lentről felfelé a változókat, mert a törlés az meg fentről lefelé fog történni. A stack az egy olyan adatszerkezet, ami így tulajdonképpen a sorrendet megfordítja. Nem tudom, ezt kell-e magyaráznom, annyira nem akarok belemenni. Ilyen adatszerkezet. Tehát a változók a megjelenésük sorrendjének megfelelően, nem annak megfelelően, fordított sorrendjében fognak törlődni. Remélem nagyjából világos. Oké, ezt most nem mondom el, ez világos lesz. Inkább ezt se kell annyira szerintem cizellálnom, ezt csak próbáljátok ki, és látni fogjátok az eredményt. Ha egy változó nevet többször akartok használni, hát addig ne próbáljátok újra használni a nevet, amíg az változó hatáskörében vagytok. Tehát itt például ennek az X-nek a hatásköre elkezdődik, és ugye eddig tart. Nyilván a hatáskörön belül többször ugyanolyan néven, ugyanolyan változót nem lehet deklarálni. Kaptok egy hibaüzenetet a Visual Studio-ban. Viszont ez a szituáció teljesen más, hiszen itt a változó deklarációja itt van, és a hatásköre eddig tart. Magyarul ez alatt már az a változó nem létezik, ő megszűnt. Kitörlődött a stackből, ezért teljes lelki nyugalommal egy másik blokkban deklarálhattok ugyanolyan néven változót. Ez erről szólna. Ezért is jó többek között ez az egész, hogy memória hatékonyak vagyunk, hogy változókat akár újra használhatunk, bármi változó neveket. Nincs kérdés? Globális változók használata. Csak megmutatom. Ha olyan változóra van szükségetek, ami végig, a program futás alatt végig él, akkor az célszerű a főprogramotokon kívül static kulcsszóval bevezetve deklarálni. Például, ha random számokat generáltok a programban, akár több helyen, gondolom ezt a gyakvezérek majd elmondják, célszerű a random változatokat itt kint static kulcsszal bevezetve deklarálni, úgynevezett globális változóként, nevezzük így. Az ilyen változók a program futás alatt végig ott vannak a memóriában, és rendelkezésetekre állnak. Például ez ebben az esetben indokolt lehet. A többi változó, amit ugye nem így vezettek, hanem közben, mint például ez a sor változó, az csak úgynevezett lokális változó, az igazából ebben a blokkban él csak, nem a program futás alatt végig. A globális változó az végig. Ha szükségetek lenne ilyesmire. De hogy írom is itt alul,
ha nem feltétlenül szükséges, ne vezessetek be ilyen változókat, mert azok állandóan ott vannak a memóriában, és csak foglalják a memória területet. Oké, itt is van egy példa, sőt egy olyan példa, majd következő előadáson ezzel fogunk kezdeni. Olyan példa, amiben már két metódus van, két eljárás. Most az én programomban csak egy eljárás van, ez a main eljárás. Következő előadáson ezzel kezdünk, hogy megtanuljuk, hogy írjunk több eljárást a programban, így szétszedjük logikai részekre a programunkat. Ez lesz a legfontosabb témakör, úgyhogy ha tudtok, gyertek. Következő alkalommal, meg ugye a vizsgán is beugrón, ezt elmondtam múltkor, mindenképp kell írni eljárásokat, függvényeket, tehát ezt a részt tudni kell. És a globális változók azok arra is jók, hogy olyan változókat használjunk, amelyek az összes, ez esetben eljárásunkban elérhetőek, közösek. De még egyszer, nem muszáj nevezessetek ilyen globális változókat. Oké. Akkor azt elmondtam, hogy a stackben, hogy szabadítódnak fel a memória területek, tulajdonképpen tőletek függ, programozóktól, hova rakjátok a csukó kapcsolat zárójeleket, azok mentén fognak felszabadulni memória területek, tulajdonképpen automatikusan, tehát nem kell, hogy ezt így mindig, minden esetben végigjátszatok a fejetekben, de ez a helyzet. Szóval ez a stack. De mi van a heap-pel? Hát a heap az, ahol a nagy adatok vannak, a stringek, a listák, a mindenfajta rekordok. Ott hogy takarítsunk? Itt az a jó hírem számotokra, meg a .NET azt a jó hírt, azt a jó választ adja számotokra, hogy nem kell ezzel foglalkoznotok. Ugyanis van egy komponens, egy szoftver a .NET keretrendszerben, garbage collectornak, vagy röviden GC-nek, GC-nek nevezik, ami mindig pásztázza, tulajdonképpen a heap-et, figyeli a heap-et, hogy van-e gazdátlan adatot, amit már senki nem használ. Én például itt korábban mondjuk ez a legalsó string. És ha ilyet talál a garbage collector, akkor őt kinyírja. Hiszen úgyse foglalkozik már senkivel, szegénnyel. Ennyi. Tehát .NET-ben ennyi, ezzel nem kell foglalkoznatok. Ez jó, mert itt, mint írom középen, olyan nyelvekben, meg olyan programozási környezetekben, ahol nincs garbage collector, általában ez a legnehezebb munka, hogy nyomon kövessük, hogy milyen adatokat hoztam létre a heap-ben, használom-e még őket, és ha nem, akkor felszabadítom őket, ez baromi nehéz. Én csináltam többször régen, elég sokat programoztam például C-ben, és nagyon nehéz magunk után takarítani, és ha nem takarítunk magunk után, akkor ott marad a memória szemét a programunk után, és ez előbb-utóbb betelítheti a memóriát. Ha főleg nagy szoftverekkel, sok adattal dolgozunk, ez komoly probléma. .NET-ben, Java-ban, mai modern keretrendszerekben, Python keretrendszerekben, JavaScript keretrendszerekben, Kotlin keretrendszerben, ezzel nem kell foglalkozni, ezekben a keretrendszerekben van garbage collector. Ezt az érdekes történetet pedig nem fogom most elmondani, majd elolvassátok, meg utána olvastok, ha gondoljátok. Na, hát nem sokat sikerül spórolnom az előadás hosszán. Ugye itt az elején, ha esetleg valaki nem volt itt, megszavaztuk, hogy próbáljuk minél gyorsabban végezni az előadást, hát nem sokat sikerült spórolnom belőle, de valamennyit igen, mert egy óráig délután egyik tartottam volna, úgyhogy egy szűk 45 percet sikerült spórolni. Ennyi. Tehát ennyit akartam mára. Van-e esetleg bármilyen kérdés, mielőtt elbúcsúzunk? Adrián, tudom, neked majd gyakorlattal kapcsolatban lesz, ugye? Igen, tanárom. Jó, mindjárt. A többieknek van-e kérdése? Ma elhangzott témakörökkel kapcsolatban bármi. Tanárul, én azt szeretném megkérdezni, mikor ameddig az életciklusa van a változónak a memóriába, és hogy ez ilyen veremrendszer elven kell elképzelni, mármint hogy így a takarítást, ez a FIFO-LIFO elven. Igen, pontosan. Pont ahogy mondod. Pont úgy. Jó, köszönöm szépen. Igen, tehát ahogy mutattam, az úgynevezett stackben, azaz veremben,
tárolódnak, ahogy mondtad. Így mondják magyarul ezt az adatszerkezetet, veremben tárolódnak a változók, felülről potyognak bele ebbe a verembe, és mindig a legfelső változó lesz először kitakarítva. Ez a LIFO, last in, first out, látjátok, soha nem tudom. Igen. Tehát amit utoljára beleraktam, az kerül ki először, ez a LIFO elv. Ami teljesen logikus, ha ránézünk itt a blokkokra, tehát tényleg amit utoljára deklaráltam, az fog először megszűnni. És még egy olyan másik kérdésem lenne az a kicsit az előzőekhez, hogy amikor az osztályoknál beszéltünk, hogy megvan az osztály, vagy egy osztálynak azok az osztály típusai, hogy mondjuk a, nem tudom, a neve, meg a felhasználás, stb. És itt, amikor létrehozok, az a példányosítás, igaz? Létrehozunk egy új tanát, mondjuk, akkor az le van példányosítva. Igen, így hívják szépen példányosítás. Tehát ez a példányosítás itt. Igen. Jó, köszönöm. Még egy oktató példányt létrehozunk, ugye a memóriában lefoglalódik neki a hely, ez a példányosítás, igen. Ez egy olyan terminológia, amit használsz, amit majd objektumorientált programozásban fogunk használni, amikor osztályok példányait, példány objektumait hozzuk létre, úgyhogy nyitott kapukat döngetsz, csak itt még nem akartam mindenkit terhelni ilyen objektumorientált, mondjam, ezzel az objektumorientált terminológiával, de köszönöm, hogy említetted, mert igen, példányosítjuk az osztályt, példányosítunk egy tömböt, teljesen igaz, hogy ez a helyes terminológia. Köszönöm szépen. Köszönöm, én köszönöm. Van-e más kérdés? Úgy látom, az nem kérdés, hogy a hallgatói Neptun nem megy, mert nem megy. Hogy írjátok? Van más kérdés a előadás témájához, bármelyik témájához? Nekem az lenne, hogy ez a referencia és a pointerek között mi a különbség? Ugyanaz a kettő, tehát mind a kettő egy memória címre mutató, ugye pointer azt jelenti, hogy mutató, csak a referencia az valamennyire védi ezt a pointert, nem engedi, hogy bármit elvégezzünk vele. Nem tudom, hogy milyen nyelvben programoztál, ahol pointereket használnak. C++. Okay, tehát C++-ban, ha van egy pointered, amiben valami memória címet tárolhatunk, például az a pointerrel végezhetünk aritmetikai műveleteket, mondjuk hozzáadhatsz egyet, vagy beoszthatod kettővel. Itt C-sában ezt nem tudod megtenni, itt le van védve a referencia, és bele van csomagolva a referencia, a memória cím, és tulajdonképpen nem tudsz rajta módosítani. Ami egy C++ programozónak lehet, hogy hiányzik, nekem is néha hiányzik, viszont nem tudsz invalid memória hivatkozásokba botlani így. Köszönöm. Úgyhogy egy jól lekorlátozott referencia. De C++-on is van referencia, tehát ott is van pointer is, meg referencia is, és szerintem ott is a referencia valami ilyen céllal lett bevezetve, amennyire tudom. Kicsit védjük a pointereinket. Van-e más kérdés? Jó, akkor a felvételt leállítom. A felvétel ugye itt lesz a Teams-ben egy darabig, de tervezem majd feltölteni a YouTube-ra is, a YouTube csatornára. Vagyis hát nem tudom, töltsem vagy ne töltsem. Mondjátok, mert látszanak a neveitek, meg néhányatoknak néhány esetben arcotok is. Akik vendégként vagyunk bent, mi nem látjuk a csetet, úgyhogy kérnénk valahova a linket feltenni. Jó. Rakhatom-e publikus videóként fel, vagy inkább ne, és csak a linket osszam meg a YouTube videóra? Tőlem függ, lehet publikus. Valaki, akinek nem tetszik a publikus videó, kérem, nyújtsa fel a kezét itt Teams-ben, vagy szóljon
vagy chatben írja, hogy inkább ne, és akkor nem csinálom. Hogy hallgasson örökre. Igen. Jó, akkor publikusként megy, ott lesz a csatornán, majd feltöltöm két részletben. Majd a kopiolátot, azt megbeszéljük. Nem vicceltem. Rendben. Akkor leállítom a felvételt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.